két H és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok Ortutai Dórival. Sziasztok! Én Hajdú Steve vagyok, és van két csodálatos fiatal hölgy, akik a vendégeink, Lili. Sziasztok! És Léna. Hello! Szia! Szia Léna, szia Lili. Itt a Székre állokban nagyon sok témáról beszélgetünk, szoktunk vízt játszani, de Dóri ebbe a rádióba, itt a Sláger FM-ben mindig híreket szokott szerkeszteni és olvasni, ezért úgy határoztunk, hogy ebbe a kis Székre állok című műsorunkban is mindig foglalkozunk egy hírrel, és ezt általában Dóri szokta fölolvasni és fölvezetni. Szerintetek lehet egy tévésorozatban elrejtett üzenetekkel befolyásolni az embereket? Na figyeljetek miért. Készítettek egy olyan kutatást, hogy sorozatot mutattak az embereknek, és több részben is elrejtettek olyan szövegrészeket a sorozatokban, amik nem szerepeltek eredetileg a filmben, és arra voltak kíváncsiak a felmérést végzők, hogy emiatt a nézők rákeresnek-e az interneten azokra a szavakra, amiket elrejtettek a filmben. És azt állapították meg, képzeljétek el a kutatás végén, hogy ezek a szövegek nem is hozták lázba a nézőket, tehát nem is foglalkoztak azzal, hogy az benne volt a filmben, vagy nem volt benne tulajdonképpen a filmben, nem foglalkoztak vele. De ami minket tulajdonképpen ebből a témából, ami érdekel, hogy örök téma az, hogy megváltoztatja a tévénézés a viselkedésünket. Ti szoktatok tévézni? Igen. Rengeteget? Hát azért annyit nem. Mi a kedvenc műsor? Vagy csak random? Hát igen, tévét nézzünk meg, van amikor, hát általában mostanában inkább filmet. Filmeket, aha. Sorozatokat? Hát most nagyon nincs sorozat, de egyébként igen, van amikor sorozatot nézünk. Léna, nálatok szól állandóan odahaza a tévé? Nem. Nem vagytok tévéfüggőek családostól? Nem. Mi számít szerinted annak, hogy valaki televízió függő? Hány percet kell nézni? Nem tudom. Szerinted, hogyha mondjuk valaki napi 6 órát tévézik, az tévéfüggő? Igen. Az már sok? Igen. Hát egybefüggő mindenképpen, de szétosztva is egyébként. Mond. Én amikor egyedül vagyok otthon, akkor szoktam ezt csinálni, hogy ne érezzem úgy olyan csöndbe a házat. Nekem is egyébként. Nekünk inkább igazából nincs is rá időnk, mert ugye mi napi 3 órát edzünk. Mit? Úszást. Úszás közben nem lehet tévét nézni. Nem. Én reggel 1 órát, aztán délután 2-t, és még egy torna. 1 óra torna. Akkor, hogyha a televízióról beszélünk, az lehet, hogy nem jó téma, lehet, hogy az úszásról kéne nekünk beszélgetni. De igen. Mi lesz majd, amikor úszóként a televízióba lesztek? Következő olimpia az Los Angelesbe lesz, arra már fölkészültök? Tehát az 24, meg 4, 28-ban már mehettek olimpiára? Most én 11 vagyok, szóval... Hát az még csak 15 lenne. Hát simán lehet, tehát Egérke mikor úszott Egerszegi? Na, 15 éves. Lehet 14 volt, nem? Igen. Na azért mondom, igen. Hogy nektek már ott a helyetek, szóval bele kell húzni szerintem, hogyha olimpián szeretnétek részt venni. Hát nekem a világbajnokságra már csak 24 másodperc kell 200 méter gyorsan. Úgyhogy én még mondjuk fogjuk rá, hogy arra készülök. Szuper vagy. Leesett egy kicsit az állam, az volt ez a koppanás. Tehát már ilyen nagy vagy gondolkozol, hogy világbajnokság? Igen. Hát mert országos bajnokságra minden évben megyünk, mindig arra készülünk. Én például országos bajnok vagyok 800 méter gyorsban, meg valamiben második, meg harmadik, és... Még felnőtt országos bajnokságon nem voltunk, de arra is készülünk. Figyelj, Steve, egy tiszta fehér lapot szeretnék kikészíteni az adás végén, és autogramot kérni tőlük, mert én úgy látom, a hogy... A jövő úszói vannak. Bizony, itt. Mondom, Lili, de komolyan. Léna, neked milyen eredményeid vannak? Hát én nem vagyok országos bajnok, csak 200 pillén második, meg 100 pillén harmadik. Figyelj, nézd le, ez a hideg. Ez csoda. És... Ketten váltóban a harmadikak. Igen. Meg persze még két fiú, mert úgy jön ki a váltó.
Hát gratulálunk, szuperek vagytok. Köszönjük. Igen. És kik vannak-e példaképeiteik? Mondjuk ma először kezdjük a magyarok tekintetében. Hát nekem Hosszú Katinka, meg Milák Kristóf kb. Léna? Hát nekem Egerszegi Krisztina, meg Hosszú Katinka, meg Gyurta Dani. De ő melúszó volt, nem? Igen, az edzőnk, amikor kicsi volt, őt edzette. És akkor te pillangóúszó leszel, Léna? Pillébe vagy jó? Igen. Te meg egy kicsit a hosszú távon, tehát hát ilyen 800 én, méter túsz. Inkább gyors, mert én igazából nem vagyok hosszú távú, annyira nem szeretem, de jó vagyok benne. Azt, hogy miért, azt nem tudom. És mikor kellett elkezdeni az úszást? Én figyeljetek, elmondom, én nem tudok úszni. Körülbelül az életem eddigi során körülbelül 10-szer voltam úszó tanfolyamon, én rettegek a vízben, de ezt csodálom, amit ti csináltok. Szóval mikor kell elkezdeni úszni? Mikor mentetek először a medencébe? Hát én babaúszásra jártam így fél évesen, aztán jött a tanfolyam, és versenyszerűen 6 évesen kezdtem. Aha. Hát nekem is így. 6 év, tehát 6 éves kortól kell elkezdeni. Én amikor gyerek voltam, egy faluban nőttem föl, és ott nem volt medence, tanmedence, de a falusiak Hortobágyon építettek nekünk egy ilyen kis pancsoló medencét, azért, mert a faluba találtak termálvizet, és egy ilyen meleg hőforrás vize ment bele ebbe a kis medencébe. Hát abba tanultunk meg úszni, de úgy, hogy leért a kezem. Hát ez egy ilyen 30 centis kis medence volt, és emlékszem, én azt gondoltam, hogy már úszok, de közben leért a kezem a kis pici medence aljára, és úgy húztam magam. Ebből én azt gondoltam, hogy tudok úszni, viszont azt gondoltam, hogy az összes medencének olyan a hőfoka, mint ez a termálvíz, tehát 38 fokos. Hát, amikor először találkoztam, hogy hideg, nagyon kellemetlen volt. Ezt hogy viselitek el? Megszoktuk igazából. Meg most voltunk egy hét dagályi edzőtáborban. Kint? Kint, igen, és ott termálvíz van például. Aha. Termálvízbe úsztatok? Igen, persze nem olyan melegbe, hanem ilyen 27 fokos volt. Jézus. Az a meleg azért. De... Igen, az már meleg. A víznek a hőmérséklete 27-26 fok szokott lenni. Igen. Hát van, amikor nagyon meghúzzuk az edzést, és már nagyon melegünk van, mert meleg a víz, és akkor mondom magamba, hogy kicsit kéne egy hidegebb víz, de például a Tüskében ott hidegebb a víz, ott szerintem 24, mondjuk az van kiírva, hogy 25, de szerintem ott 24. Akkor ez az optimális, a 23-24? 27-26, meg 20. ilyen 25. Hát szerintem a kint és a benti medencéknek más a hőmérséklete. Azon gondolkodtam mindig, és ne nevessetek ki, hogy egy úszó, ha úszik, izzad közbe. Igen, ezt kérdezni akartam. Hogy? Hát vagy hogy nem érzed? Tudjuk, hogy, de igen. Közbe a vízbe izzad? Igen. Csak ugye azt nem látod, mert hát izzadsz is a vízbe, csak azt nem veszed észre. Aha. De utána szakad le rólad, amikor már a szárazföldön vagy a parton. Hát én igazából van, amikor a vízben is észreveszem. Ha választhattatok volna, mert a szüleitek választották az úszást, akkor milyen sport lenne a másik? Nekem nem a szüleim, hanem, vagyis hát a testvérem kezdett el úszni, és utána én is megkedveltem, és így. Te úgy lettél úszó, de van olyan igen. sport, ami még érdekelne? Régebben fociztam is. Nem hiányzik egy csapatsport, mint a foci például? Hát nekem annyira nem. Nekem én szeretek úszni. Nekem még a műugrás a... Igen, hát az ugyanúgy vízes. Hát igen. Igen, igazából csak mi minden nyáron megyünk műugrani, de azt nem úgy, hogy versenyszerűen csak kipróbáljuk. Igen, egy nap, és ezért azt is megszerettük. És én azon gondolkodtam, hogyha hazamentek, lepihentek az ágyra, akkor ugyanazt érzitek ott az ágyon, hogy mint a vízben lennétek? Az nem marad úgy a test érzetében benne, hogy mint a vízben lennétek? Nem annyira szokott hullámlani. Úgy értettem, nem? Tehát rendes ágy, kimásztok a vízből, akkor ott a víz megszűnik, utána jön a szárazföld. Igen, Max, ilyen úgy érzem, hogy ilyen frissítő volt úszni. Hogy válik az ember élsportolóvá? Mikor jön el az a pillanat? Mennyi időt kell beletenni abba? Tehát elmondtad, napi 3 óra edzés. Hát nekem 3, de miután a Lénának van reggeli edzés is, ezért neki 4. Igen. Ennyi munkát, ennyi energiát bele kell tenni ahhoz, hogy világ és olimpiai bajnok legyél?
Igen, de hát majd felnőtt korban szerintem többet is. Mikor van játszási idő? Tudjátok, amikor bringázunk. Ja, hát igen, az hétvégén van. Mondjuk szombat reggel is szokott lenni edzés, de az ilyen 6-tól 8-ig, úgyhogy az még délelőtt van. Hát vagy versenyre mentek, nem? Igen. Igen, az is szokott lenni. Még visszakanyarodtatok csak a tévére, mert akkor nem néztek televíziót, de hallottatok olyat, hogy például a szüleitek meséltek arról, hogy az ő idejükben hétfőnként nem volt televízió adás. Ja, igen. Nekem ezt nem mondták, csak az, hogy volt olyan család, akinek egyáltalán nem volt tévéje meg. Igen. Fölváltotta a tévét az internetes hozzáférés, a streamingelés, vagy hogy interneten keresztül nézel meg rövidebb változatát egy tévéműsornak? Én jobban szeretem a tévét. Hány csatornád van? Tudod, az, hogy egyes, kettes, igen, hármas, négyes... Száz. Sok. Hát igazából szerintem mi nem is azt szoktuk, hanem ugye van az HBO, Netflix, Disney Plus, és inkább szerintem ezeket. Meg a Forma 1. Igen. Forma 1 rajongók vagytok? Igen. Igen. Külön-külön, vagy az egyik őtök rábeszélte a másikat? Nem ti vagytok az első hasonló korú lányok, akik ezt mondták, hogy Forma 1 rajongók, ismerik az összes pilótát, milyen istálóba vannak. Ez ennyire menő most a Forma 1-esség? Hát igazából engem kb. A Léna úgymond rábeszélt, mert mindig úgy jöttek be az öltözőbe, hogy nézted a tegnapi Forma 1-et, én meg ott álltam, hogy hát nem, és akkor meg, hát akkor megnéztem, és nagyon tetszett, úgyhogy azóta nézem. Olvastok inkább, mint tévét néztek, hogyha lehet választani? Hát volt egy időszakom, amikor nagyon sokat olvastam, és aztán meg valamiért meguntam. Hát én esténként szoktam olvasni, és anya azt mondja, hogy olvassak már, de észre se veszi, hogy olvassak, már azt hiszi, hogy alszok, de olvasok igazából. Fárasztó, mert egy kötelező olvasmányt elolvasni? Igen. Igen. Én azt nem szeretem a kötelező olvasmányokat, csak amit én választok. Igen, én is így vagyok vele. Tehát alapvetően olvasni jó, ugye? Igen. Igen. Amit ti szeretnétek, de a kötelezők nem annyira. Igen. Én megmondom őszintén, hogy én nem is nagyon értek mondjuk egy-egy ilyen 19. századi kötelező olvasmányt, nem értem a nyelvezetét. Tehát amikor azt írja, hogy Spronko elment a Pravkóba, és találkozott egy vendőt kendőlőző emberrel, micsoda? Hogy kiment ahova? Kiment hova, és milyen emberrel találkozott? Hát én a versekkel vagyok így. Igen. Mert? Hát mert ott is vannak ilyen... Slönvala. Igen. Mi a kedvenc tantárgya tesin kívül, meg a rajzon kívül? Az informatika. Hát amikor ilyen megtanuljuk mondjuk a számítógép billentyűzetét, meg megtanulunk PPT-t csinálni, meg ilyesmik. A PPT az mi? Na, én tudom. Hát ilyen diákból áll, meg szövegeket is tudsz hozzátenni, meg képeket, és akkor így be tudod mutatni mondjuk az osztálynak. Képes prezentáció, nagyon tulajdonképpen az. Azt állandóan kell csinálnotok, hogy kiálltok az osztály elé, és megmutatjátok magatokat? Tehát verbálisan közöltök gondolatokat? Nekem negyedikbe mondta először az osztályfőnököm, és azóta már többet is kellett csinálni, de igen. Izgulsz egyébként, amikor ki kell állni a többiek elé? Hát attól függ, hogy hány ember elé. Hát mondjuk az osztályod elé. Hát akkor én egy kicsit szoktam. Már akkor hányan vagytok az osztályban? Hát 26-an, rajtam kívül 25-en. És akkor az már sok tömeg neked? Hát én attól félek, hogy rosszul mondom, és akkor mindenki kiröhög, de általában nem szoktak. Hát akkor mi van, egy hát kasszaknak megyünk tovább. Azt ugyan már ezeket kell. Persze, nem a kell ezt törődni. A 25 ember előtt ennyire izgulsz, Lili, akkor mi van, amikor versenyed van, és több 10 000 ember ott a... Hát de ott nem beszélni kell, ott csak úszni. Mert van egy olyan témánk, amikor mindig szoktunk szólásokról és mondásokról beszélgetni, azokat próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet a jelentésük. Mi lehet a jelentése például annak, hogy ár ellen nehéz úszni? Na, ezt nektek találtuk ki. Ár ellen nehéz úszni. Hát például a Duna is áramlik egy irányba. Uh-huh. Tehát amikor küzdesz, jön az ár, de még küzdesz és csinálod és úszol. Na, ezt hogy fordítjuk mondjuk le? Hogyha van egy célod, és azt el akarod érni, ahhoz kemény munka
bele kell fektetni sok munkát. Igen. Tehát, hogy valaki olyan kellene, aki nem akadályozza a te munkádat, mert hogyha akadályozza, akkor olyan nehéz. Árral szemben nehezebb úszni, vagy nem szoktatok nyílt vizen nagyon? Hát van ilyen kötél, amit így rá kell kötni a derekunkra, és a rajtkőre, és akkor azt el kell így, vagy hát így. Hát tulajdonképpen ez azt jelenti, picit-picit közel jártatok a megoldáshoz, nehézségeket is vállalva, úgy cselekszik, ami másoknak nem nagyon tetszik. Tehát szembe megy az árral. Tehát tudjátok, hogy mondjuk ti azt mondjátok, hogy menjünk inkább arra, ő meg egyedüliként a másik irányba szeretne menni. Aha, értem. Ezt jelenti. Furcsa szólás volt? Ti egyébként használtok ilyen szólás közmondásokat? Nagyon ritkán. Szülők szoktak még használni? Mondanak rátok? Nem. Nem az, hogy... Mit tudom, hogy inkább a tanárok. Hasatokra süt a nap. Addig nyújtózkodja, míg a takaród ér. Hát azt a hasatokra süt a nap, azt néha szokták mondani. De nálatok ez nem jellemző, hiszen már 5-kor keltek és mentek az úszodába. Szóval nem sokszor süt a hasatokra a nap. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Hát mondjuk, ha nem tudsz valamit, mondjuk úszni, akkor ne próbálkozz. Bizony. Bizony, jó, jó, meg jó is vagyunk. Nagyon jó. Itt igen, kb. Ezt jelenti, igen, 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 igen. Akkor még egyet. Az arany a sárban is arany. Hát, hogy mondjuk az úszás az mindenhogy úszás. Igen. De inkább, hogy egy érték, ha valami érték. Mondjuk, megnyered a világbajnokságot, és akkor az mindenhol világbajnoki címnek számít. És nem csak mondjuk, nem tudom. Országos. Igen. Na figyelj, szerintem ez a nem minden arany, ami fénylik, az még jöhet. Az előbb pont ezzel például osztam. Mm-hmm. Gondolom, hogy ilyenkor mindig a medára gondoltok, igen, nem? Mi más? Igen. De volt már olyan, hogy második lettél, de azt mondtad, hogy ez fölír egy aranyéremmel? Nem. Nem. Nagyon versengő típusok vagytok? Igen. Igen. Én például nem szeretek veszíteni. Aha, én se. Csak az aranyérem? Tehát nincs bennetek egy olyan érzés, hogy jaj, de jó, egy ezüst. Nem bántottam meg veled senkit? De szokott például, amikor nagyon nehéz a futam, és már a harmadik helynek is örülök, hogy harmadik lettem, akkor örülök annak. Ilyenkor kivel versenyzel? Önmagaddal, vagy az ellenfelekkel? Ha mondjuk tudom, hogy nincs nagyon esélyem ott az első háromba lenni, akkor inkább csak az időt nézem, és mindig próbálok egyre jobb időket úszni, és akkor a végén így is úgy is beérem őket. És figyeljetek, amikor fölálltok a rajtkőre, akkor már látjátok, hogy szerintetek hanyadikak tudtok lenni? Már ott lehet tudni, nyilván tudtok az ellenfelekről, vagy nem ellenfelek, versenytársakról információkat, de akkor ti már látjátok, hogy körülbelül hol végezhettek? Hát igazából a futamokban vannak különféle korcsoportok, ezért nagyon, hogyha a nyolcadiknak beérsz, akkor is lehetsz a te korosztályodban második, úgyhogy igazából erre nem is szoktam gondolni. Világos. Mondjuk az OB-n a döntőn, ott hát szoktam nézni, hogy kik az ellenfeleim, és hogy kiket kell legyőznöm, de erre már így verseny előtt nem annyira szoktam gondolni. Vannak nem sportoló barátaitok is? Igen. 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 Fontos a táplálkozás? Nagyon. Ahhoz, hogy sportoló legyél? Igen. Igen, nagyon. Ki állítja össze az étrendeteket, és mi az? Ilyenkorban még nem nagyon szokták összeállítani, de majd egy kicsit később ott igen megvan, ilyen JB és jövőbajnokai program, és oda az, hát oda be kell jutni, ugye? És ott szoktak összeállítani nagyobb kortba étrendet. Igen. Ami a suliban van menza, az elég nektek? Vagy? Én otthon eszem. Otthon eszel? Igen. Menzai koszt nem lehetne? Nem finom. Nem finom. Nagyon rossz. Miért? Én azt gondoltam, hogy egy sportoló, aki ennyi munkát elvégez, amit elé tesznek, megeszi. Hát ez így van. Van ilyen, van, amikor már nagyon farkaséhes vagyok, és bármit meg tudnék enni, de van, amikor
éhes vagyok, de azért eldöntöm, hogy mit szeretnék enni. Mindenek van határa. A tesóm fiú, és 14 éves, és ő is úszik. Hát, ami van, azt meg. Még a táplálkozáson kívül azt szeretném megkérdezni, hogy a mentális felkészülés már ilyen fiatal vagy ifjúsági korba fontos? Igen. Hát mi például most a Lénával ilyen sportpszichológushoz járunk. Ilyen csapatos. Az mit jelent? Hát, hogy beszélgetünk az verseny előtti stresszről, meg hogy azt, hogy tudjuk így kezelni. Igen, kb. Ennyi. És hogy kezelitek? Mit mond? Van valami kis meditálás? Hát vagy? Felvettek igen. Nekünk egy videót, amit ha meghallgatunk, akkor közben így el tudsz lazulni, és nagyjából igen. Hát ez úgy szokott lenni az egész pszichológus, hogy mindenki kezdje, hogy hogy van meg. És utána pedig beszélgetünk mondjuk, hogy az edzésről, vagy pedig a versenyről, és utána pedig az zárókör. Ez segít nektek? Sokat igen. Segít egy ilyen beszélgetés? Nekem nagyon sokat például volt, amikor nem jöttem túl jót 400 gyorsan, és utána meghallgattam ezt a videót, és a következő úszásnemen pedig nagyon jót jöttem. Összetudtok törni egy-egy sikertelenségért? Igen. Igen. Ti inkább kudarckerülő, vagy sikerorientáltok vagytok? Hát én inkább a második miatt. A siker, tehát azért, hogy sikeréhes vagy? Hát én szeretem, amikor győzök, mert az egy jó érzés. Mit érzel akkor? Örömet. Büszke vagy? Igen. És büszke vagy arra, hogy a szüleid büszkék rád? Igen. Az ilyen sportolók viszik sokra egyébként. Én azt gondolom, hogy a kiváló teljesítmény és a szerénység együtt csak így működik. Nekünk az edzőnk mondta régebben, hogy képzeljük el azt, hogy egy versenyre bevonulunk, hogy elindulunk, és hogy amiközben úszunk, és hogy beérkezünk. Hogy fejben készüljünk fel rá. Azt szeretném kérdezni, hogy ha most bármit megtehetnél, most ebben a pillanatban vagy a mai napon, akkor te mit tennél? Mire vágysz? Alvásra. Alvásra? Igen, meg egy ilyen pihenésre, úgymond. Túlhajszolt vagy, úgy érzed? Hát nem, de azért szombat reggel felkelni elég fárasztó. Utána meg mindig szoktam aludni. Ezen a héten ugye edzőtáborban voltunk. És akkor reggel este, vagy reggel délután van edzés, meg torna. Hogy megy a suli emellett? Mi kitűnő tanulók vagytok, gondolom, mind a ketten. Igen. Nekem a legrosszabb jegyem az egy kettes volt, de azt is kijavítottam ötösre. Neked, Léna, hogyha most bármit megtehetnél, de úgy az életedbe. Hát, hogy ott állják az olimpián a dobogó tetején. Igen. A váltóval, meg egyéniben is. Te játszó típus vagy, Lili, egyébként? Homo ludens? Játszó ember? Hát, szeretek játszani. Csak attól függ, mit. Egyedül vagy többen? Többen. Egyedül unalmas. Társas játék? Hát igen, például szeretek társasozni. Mi én inkább kint a szabadba. Igen, azt is szeretem. A szabadba társasozni az a legjobb akkor? Nem. Csak kint, nem tudom. Mondjuk focizni Lénával. Hát vagy tollasozni, kosarazni. Ki a jobb focista, Léna vagy te, Lili? Léna. És kosárba? Én. Jó, van. Egyet ide, egyet oda. Ne. Hogyha bármit termeszthetnél a kertedben, akkor mi lenne az? Görögdínye. Gyümölcsök. Te görögdínye fan vagy? Hát nekem nem az a kedvenc gyümölcsöm, de nagyon szeretem. Mi a kedvenc gyümölcsöd? A körte vagy az alma. És akkor almafával lenne tele a kerted? Lehet. Neked, Léna, csak a gyümölcs? Igen. Kertészkedtetek már? Te otthon segítesz a kertészkedésben? Igen, mi például minden télen bevisszük a virágokat, hogy ne fagyjanak el, és azt én szoktam vagy bevinni, aztán pedig tavasszal pedig kihozni a nővéremmel. Ki műveli a kertet? Van kertészetek? Nincs. Hát van, amikor van ilyen robotfűnyírónk, aki szinte minden nap nyírja a füvet,
Tehát már meg is személyesítetted, hogy aki, hogy hívják a robotfűnyírótokat? Hector. Hector, tényleg? Neve is van. Igen. Tehát Hector lenyírja a füvet minden nap. Igen. Ennyi? És utána... Hát nem, még anya meg apa szoktak ültetni virágokat, meg abban néha én is segítek. Néha. Palántáról vagy magról? Hát valamikor vesznek boltba már olyat, ami kicsit már ki van nyílva, de van, amikor magot. Most például a nővérem csinált egy wiki virágos kertjét. Miből állt? Hát van benne gyümölcs is, eper, meg málna, meg azt hiszem ribizli, de az nem biztos, meg avokádó. Avokádó is. Igen. Mosolyogtál ma már valamin? Volt olyan, hogy nevettél, vagy nevetősek vagytok? Szoktatok nevetni, viccelni? Igen. Igen. Főleg edzésen. Érdezni. Én nem tudok viccet, képzeljétek el egyáltalán, és nem is nagyon szoktam érteni a viccet. Hát, értem nyilván. Mert hiszen, csak... amit most mondtam az előbb, az is egy vicc volt, és nem értetted. Ezért mondom, hogy nem értem a vicceket. Igen. Nem a viccekről, hanem valamit akartál még a lányoktól kérdezni, mert szegények halálfáradtak, még egy rádió műsorba is eljöttek edzőtábor után. Szerintem pihenjenek, nem? Menjenek haza aludni. Jó, hát akkor... Én szerintem... Ennyi volt mára, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Lili, Léna, köszönjük nektek. Ortutai Dóri volt az én műsorvezető társam, én Hajdú Steve vagyok, ez itt a Székre Állok volt, itt a Sláger FM podcastja. Köszönjünk el együtt a nézőktől és a hallgatóktól. Sziasztok! Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanged, ha megborzod a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.